Szikrázó áprilisi napsugaras idő fogadta Csantavéren a lelki napra. A bácska szinte minden településéről érkező gyerekeket, akik hittant hallgatnak az általános iskolában, kötelezően választható tantárgyként. A délelőtt folyamán a gyerekek hittanórán vettek részt, majd következett a várva várt sportnap a helyi focipályán. A templomba menés az is érdekes volt. Hajtogattunk papírból is, voltak ilyen külön fogócska játékok, ilyen kitalálós, kvíz. És most találtatok már új barátokat másik településről? Nem. És a csapatotokkal játszotok? Igen. A csantavéri Kopunovics Edinának is érdekes volt a hittanon töltött délelőtt, mert közös játékokon is részt vehettek. Sőt, új barátnőt is szerzett magának. Mondd el, miért jó itt lenni? Hát élvezetes, meg így tudsz másokkal barátkozni. Nekem ezt tetszik benne legjobban. Nem csak régen éltek hősök, ma is vannak közöttünk. Sőt, mindenki lehet az, akár a szentek is, akik a szeretet hősei, mondta dr. Szőlősi Tibor temerini plébános, aki a lelki délelőttön beszélt a gyerekeknek. Nagyon nagy öröm az, hogy látják a hittanosok, hogy sokan vagyunk. Ez ad egy tömegélményt, és ad egy örömet, hogy milyen jó hittanosnak lenni, és milyen jó az Istenhez tartozni, hiszen nem én egyedül vagyok, vagy a barátom, barátnőm, hanem sokan vagyunk az egész bácskából, és itt tapasztalják a gyerekek, hogy milyen szépen játszani, szépen szórakozni, milyen értelmes, fontos dolgokról hallani. Ennek a lelki napnak van egy lelki oldala, hogy egy lelki előadást is hallgatnak. Ebben az évben a szentek útja volt a téma, és megpróbáltuk fölvázolni nekik, hogy lehetünk ma is hősök, a szeretet hősei. A szentek azok a szeretet hősei. A lelki nap második felében mozgásra, játékra invitáltak a szervezők a gyerekeket a helyi sportpályára. Lehetett röplabdázni, focizni, labdázni, erőnléti játékokat játszani, sőt, táncolni is. Júniusban a bérmálkozók találkozóját tartják meg, amelyet a Szabadkai Egyházmegye szervez majd.